Szervusztok, testvérek! Gyertek, dicsérjük az Urat! Hozzád szálljon minden hála, hozzád szálljon minden szó. Egyedül csak te vagy méltó, nincsen senki hozzád fogható. Teljes szívből, zeng dicsérete, zeng dicsérete. Hozzád vágyom, hozzád vágyom, minden napon, minden napon. Hűen nyáron, hűen nyáron, az utaidon, minden napon. Hozzád szálljon minden hála, hozzád szálljon minden szó. Csak te vagy méltó, nincsen senki hozzád fogható. I will bow down and hail you as King. I will serve you, give you everything. Senki hozzád fogható. Hozzád szálljon minden álom, hozzád szálljon minden szó. Egyedül csak te vagy méltó, nincsen senki hozzád fogható. Az én Uram te vagy, vezess bennünket. Arra kérünk, Urunk, hogy légy itt, meghívunk téged. Érted, gyűltünk itt össze. Dicsérjünk és imádjunk. Imádkozz most. Imádkozz valakivel. Istenem, megőrzöd éltem kezed. Ígéretet élek.
mindenem most átadom, magadhoz fogadtál, sajátodnak hívsz. És most már hozzád tartozom, szent ígér, szellemet szomjazom, hadd imád, szívem mi vágya, és ne szeretnék én. Áldalom,
tiéd vagyunk, Urunk. Mondd neki, tiéd a szívem, tiéd a mindenem, és én téged tisztellek. Egykor oly kedves dolgok mennyetek, e világ tisztel, és vív értetek. Amíg nyereség,
Szeret az Úr, és ezért szerethetünk. Lord loves us, that's why we can love. Köszönjük, Urunk, hogy felemeltél bennünket, amikor elesettek voltunk. When we were fallen. Még ellenségeidként szerettél. You loved us first. Ezt nem tudjuk elképzelni, Urunk. We cannot imagine this, Lord. És mégis, te, mint Isten, a szeretet, eljössz, eljöttél és eljössz ma is, és adod magad, értünk. Köszönjük, Atyánk, hogy meglátogatsz bennünket ma este is. Járj köztünk, Úr Jézus. Walk among us, Jesus. Kenj fel minden szívet, annoy every heart, minden szolgát, every servant. Add a te jelenlétedet, Urunk. Give your presence, Lord. Hogy hitből átvessük, amit ma estére készítettél so nekünk. So that we can receive what you prepared for us by faith. És eresedjünk, erősödjünk a te igazságod által. So that we could be strengthened in your truth. Te mennyei erőd által. By your heavenly power. Szeretet által. By your love. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz. Thank you, Lord, that you love us. Csak gondolj erre, merülj el ebben. Halleluja, dicsérjétek az Urat. Halleluja, praise the Lord. Imádjátok őt. Worship the Lord. Urunk, kérünk téged. Lord, we ask you. Áld meg a te szolgádat. Bless your servant. A te drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Szervusztok, szép jó estét mindenkinek. Good evening to everyone. Isten hozott mindnyájunkat. Welcome all of us. És csak annyira nagyon jó így itt lenni a családban. It's just so good to be here in the family. És így nagy várakozással lenni, hogy az Úr ma este is szól hozzánk. And we have a great expectation from the Lord that he's going to speak to us tonight. Tényleg hálásak vagyunk az Úrnak. And we are thankful to the Lord. És szeretnénk köszönteni azokat, akik most vannak itt először Biblia szól Isten tiszteleten. We would like to greet those who are here for the first time at the Bible Speak service. Szeretném, hogyha most van itt először, akkor feltenné a kezét egy pillanatra. If this is your first time, hogy az lenne a legjobb, hogyha fel is állna egy percre, a segítők megtalálják. Isten hozta, köszönjük, hogy meglátogatott minket. Welcome, thank you for visiting us. És már csak egy dolog van, illetve pontosabban kettő, I mean two, hogyha bekapcsolva felejtetted a telefonodat, so akkor kérnélek, hogy kapcsold ki, vagy halkítsd le, és lenne egy ima kérésünk, de ez nem csak az, hogy most imádkozunk ezért, hanem az a kérés, hogy ezért folyamatosan imádkozz, kérlek. But this is the request that you should pray for, please pray for it continuously. Hamarosan kezdődnek az iskolák. Pray for our schools because they kérünk, are just about to start. A Kárisért, please pray for Káris. Hogy teljes létszámmal fullban tudjon indulni. Pray that
there would be enough students that there would be full house. And please pray for GGIS as well. GGIS-ben még, ha jól tudom, 30 diák kellene. As far as I know, we need 30 more students at GGIS. Úgyhogy ezért most hajtsuk meg a fejünket, és folyamatosan imádkozzunk ezért. And let's continuously pray for this. Drága Jézus, dear Lord Jesus, eléd jövünk. We come before you. És csak hálás a szívünk. And our hearts are thankful. Köszönjük mindazt, amit tettél értünk. Thank you for all you have done for us. És köszönjük neked az iskoláinkat. Thank you for our schools. Köszönjük, Urunk, a Káriszt. Thank you, Lord, for Káriszt. Köszönjük a GGIS-t. Thank you for GGIS. Köszönjük a Biblia iskolát. Thank you for the Bible College. És kérünk, Urunk, hogy áld meg ezeket az intézményeket. To bless these institutions. Különösen imádkozunk a GGIS-ért. And we especially pray for GGIS. Nagy szükségük van, Uram. Because they have a great need, Lord. Te tudod pontosan, hány diákra van szükség. You know exactly how many students they need. Hozd el még azt az 30 diákat, Uram. So bring tényleg that 30 students. Tényleg csak közd be a szükségeket. And just feel the need. És csak köszönjük neked, Urunk. And thank köszönjük, you, Lord. Hogy bizalommal kérhetünk. Thank you that we can ask with trust. Drága szent nevedben. In your precious holy name. Amen. Amen.
sötétséget oszlott hirtelen. Karjába vett, meg vigasztalt, visszatért reményem, hitem. Új erőt adott, hogy az úton tovább vigyem magammal. Félelmem nincs, ez kise nincs, hogy merre lépjek lábammal. Félelmem nincs, ez kis, de nincs, hogy merre lépjek lábammal. Félelmem nincs, ez kis, de nincs, hogy merre lépjek Sziasztok! Hi. Ez a felajánlás. This is the offering. És most nem merek viccet mondani nektek, mert Panka életveszélyesen megfenyegetett. And now I don't dare to tell you any jokes because the translator threatened me. Ez nem igaz. To kill me. It's not true. It is. De azért nem mondok viccet. So I'm not going to tell a joke. Nem csak így, nem tudom, hányan vagytok úgy, hogy már valamikor aggódtatok. How many of you have ever been worried about something? Nem vagyok egyedül, látom, vannak egy páran, nem sokan. Some of you. Ja, de így csak az jutott eszembe így az aggodalomról. But I just thought about. Hogy annyira ki tud fárasztani. Worrying, that worry can tire you out so much. Nem kell feltegyétek a kezeteket, nem tudom, hányatoknak volt már álmatlan éjszakája. I don't know how many of you couldn't sleep. De az írás azt mondja, you know, one night, hogy akik az Úrban bíznak, the scripture says that whoever trusts in the Lord, azoknak az, azok szárnyra kelnek, they will soar on wings, mint a saskesejű, as eagles, és az erőtelen erejét megsokasítja, and he multiplies the strength of the weak, és aztán azt is mondja, and he also says, hogy bízzatok az Úrban, trust in the Lord. És hogy semmi felől ne aggódjatok. And do not worry about anything. Csak legyünk hálásak. Let's just be thankful. És csak tényleg így az jutott eszembe. And I just thought about. Hogy mennyivel jobb. This, how much greater it is. Ahelyett, hogy aggódnánk. Instead of worrying. Dicsérni Istent. We should praise the Lord. Imádni Istent. We should worship God. Ha aggódom, akkor csak kifáraszt. When I worry, it just kinőnek az őszhajszálak. And I will have some white hairs. De ha dicsérem az Urat, but if I praise the Lord, akkor az erőm megújul. Then my strength will be és ő hűséges hozzánk. Renewed, and he's faithful to us. És a felajánlás az csak azoknak szól elsősorban, the offering is primarily akik for családjuknak those érzik a gyülekezetet. Who feel this church is their family. De bárki érezze szabadon magát arra, but hogy adjon. Anyone is free to give. So let's pray. Drága Urunk, csak köszönjük, dear Lord, thank you, hogy bízhatunk benned, that we can trust you, és köszönjük, hogy te soha nem távozol el tőlünk, and thank you that you never leave us, hogy mindenkor velünk vagy, that you are with us all the time. Csak kérünk, hogy áld meg a felajánlást. And we ask you to bless this offering. Kérünk, hogy te sokasíts meg, Urunk. And please multiply it, Lord. Drága nevedben. In your Amen. Precious name. Amen. Jó? Másik mikrofon.
Inkább? Jó? Mehet? Oké. Elejétől eltekintve igazán gyönyörű volt a dal. Except for the beginning, it was a beautiful song. Oh, szervusztok, jó látni benneteket. Hi, it's good to see you. Tényleg. Really. Diana, tényleg, komolyan mondom. So, annyi mindenkit kell üdvözölni megint. So I have to greet so many people again. Nem kell, csak jó látni benneteket. No, I don't have to, but it's just good to see you. Szia, jó, hogy itt vagy, itt a helyed. It's good that you're Andrea. Here, your place is here. Meg vagyok győződve róla. I'm convinced about this. És megjöttek a Lengyék. And Lengy family. Andy, would you stand up, please? Just come back. So, nagyon örülünk nekik. We are very glad about them. Aztán elveszítettünk két csapattagot. And we lost two team members. De kaptunk helyettük egy újat. But we got a new one instead of them. Mr. Regan, meg a Mrs. Regan, a Regan, meg a Regan-né, úgyhogy üdvözöljük Krisztát, meg Mr. a Ryan. Mr. and Mrs. Aztán... Regan, so let's welcome them. Elmentek. Elmész egy-két hónapot Magyarországról, aztán összeházasodva jössz vissza. So you go for a couple of months from Hungary and then you come back as a married person. Aztán a Beverly Chamson, aki egy új csapattagunk. Would you stand up, Bev? She's a new team member of ours. Aztán
Pastor Eric Handel és a felesége Bell, would you please stand up, welcome. And his it's wife. Awesome to have you. Aztán nézzük, kit felejtek el. And who am I forgetting? Pastor Jimmy-ek itt vannak. Pastor Jim and his family is are here. Márti. Aztán Pastor Barry-től már hallottatok valamit and vasárnap. You have heard something from Pastor Barry on Sunday. És nézzük csak, kit hagyok ki, mindenki más. Okay, Isten áldjon benneteket. És üdvözlet a moldovai gyülekezettől, meg a brassói gyülekezettől. És nagyon nagy áldás volt velük lenni. Nagyon bátorító volt. És Isten igazán gazdagon szolgált felénk az igével. A bevégzett munka kapcsolatokról beszéltünk. We talked about finished work relationships. Isten valóban nagyon felépítette. And God really built a közösségünket, a szívünket. Our fellowship and our hearts. Hűséges volt hozzánk tényleg. And he was faithful to us, really. Hálásak voltunk neki. And we were very thankful to him. Tényleg megérte. And it was worth utazni 20 órát, meg még 20-at. 20 hours there and 20 hours back. És Isten megtartott minket az utakon. And God kept us on the roads. Ami szintén egy csoda. Which is also a miracle. És tényleg talán kezdjük azzal, hogy imádkozzunk. Őt kérlek, hogy álljatok föl esetleg, és csak hagyjuk meg együtt a szívünket. Let's bow our hearts together. Így van egy testvérünk, akit legtöbben nem ismerünk. We have a brother or sister who we don't know. Fivérünk. We have a brother. Pastor Mitch Powell. Pastor Amerikában, Mitch Powell meghalt America, a fia. Whose son died. És imádkozzunk érte. Let's pray for him. Mennyei atyánk. Heavenly Father. Amint készítjük a szívünket az üzenetre. As we are preparing our hearts for the message. Kérünk téged a testvérünkért. We ask you for our brother. Istenünk, imádkozunk érte és a feleségéért. God, we pray for him and his wife. Erősítsd meg őket. Strengthen them. Bátorítsd őket. Encourage them. Vidd őket át ezen. And see them through this. Adj nekik növekedést. Give them growth. És Uram, hiszünk. And Lord, we believe. Bízunk. We trust. Te terved tökéletes. That your plan is perfect. Még akkor is, ha fáj. Even when it hurts. Kérünk, Urunk, Ciliért. And we ask you for Cili, Lord. Encourage her. Kérünk, Urunk, azokért, akik itt vagyunk, akik bajban vagyunk anyagilag. Those of us who are here, who are in financial Urunk, trouble. Csak hozzád emeljük a kezünket. And Lord, we lift up our hands to you and our hearts. Urunk, Lord, te adj nekünk békességet. You give us rád peace. Van szükségünk. We need you. Urunk, ezt gyakoroljuk együtt. Lord, this is what we are practicing together. Rád vetjük a terheinket. That we cast our burdens on kérjük you. A te gondoskodásodat. And we ask for your provision. Áld meg most a közösségünket. Bless our fellowship now. Adj nekünk összpontosítást. Give us focus. Imádatot. Worship. Áhítatot. And devotion. Figyelmet. Give us attention. Istenünk, szolgálj felénk személyesen. God minister to us personally. Jézus Krisztus szent, áldott nevében. In the holy and precious name of Jesus Christ. Amen. 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 Isten áldjon, foglaljatok helyet. God bless you. Please be seated. Nem tudom, hányan néztétek meg azt a lapot, amit szétosztottunk az előző Istent, ezt múlt szerdán, bocsánat, nem kell fölemelni a kezed. De remélem, hogy megnéztétek. És ugye, Efézus 6:10-ről volt szó. Végezetre, atyám fél, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. És ez egy fontos üzenet a számunkra a and mai this is nap. An important message for us today. És amint így az efézusi levelet nézegetjük együtt, and as we are looking és at the epistle to the Ephesians azt hiszem, together, ez a negyedik üzenet erről a témáról. I think this is our fourth message about this subject. És Isten vezet minket arra, hogy beszéljünk erről. God is leading us to talk about ez egy nagyon fontos subject. Üzenet nekünk. And this is a very important message. És az előző alkalom, múlt szerdán, amikor erről beszéltünk, last Wednesday when we were talking about this, akkor arról volt szó, we talked about, hogy az erősnek nem kell mondani, hogy legyen erős. This, that the strong, you don't have to tell that he is strong. Hogy legyen erős. Or that he should be strong. A gyengének nem érdemes mondani, hiába.
hiába mondod, hogy and legyen erős. To the weak, it's not worth telling to be strong. De Isten nekünk mondja, hogy legyünk erősek. But God tells us to be strong. És ez arról szól, and this is about, hogy Isten belénk helyezett valamit. This, that God has placed into us valakivé már tett minket Krisztusban. He has already made us someone in Christ. És azt mondja, hogy éljünk ebben. And he says we should live in this. Azt mondja, hogy járjunk ebben. He says we should walk in this. Mert elhisszük, hogy gyengék vagyunk. Because we believe that we are weak. Vagy elhisszük, hogy magunkban vagyunk erősek. Or we believe that we are strong in ourselves. És Isten arra hívja figyelmünket. But God is calling our attention. Hogy ő adott nekünk egy erőt. To the fact that he has given us strength. És abban az erőben járjunk. And in this strength ne we should walk, not in our own. És erről szólt ugye az előző alkalom. And this is what we talked about last time. És az Efézus 6:14-ig jutottunk el, úgy hiszem. And I think the last verse we read was Ephesians 6:14. És nem fogunk nagyon messzire jutni ma sem. And we are not going de ez a terv. Much further today either. This is the plan. Azt mondja itt, hogy álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel. It says, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. Azt mondja, övezzétek magatokat körül az igazság övével. With the breastplate of righteousness. Nem, az igazság övével. Az csak az első része a versnek. With the belt of truth. Csak I'm ez, sorry. Ez. Only this, övezzétek the belt fel magatokat. Gird yourselves. És arról beszéltünk, and we talked about hogy ez a szó, hogy igazság, that this word truth, és a magyarban egy kicsit bajban vagyunk, and in the Hungarian we have a little trouble. Körülbelül egy szavunk van négy kifejezésre. Because we have only one word for four expressions. És ez az egyik, amiről beszélünk. And this is one azért thing we are talking about. Fordították igaz lelkűségnek. This is why it was translated a magyarban. In the Hungarian, de ez a görögben ez az alefeia. But this word in the Greek is alefeia. Ami azt jelenti, hogy az abszolút igazság. Absolute truth. A megkérdőjelezhetetlen igazság. Unquestionable az igazság, truth. Ami kiáll minden próbát. Bármilyen próbát. Every trial, bármilyen any próbát kind of trial. Kiáll. Ilyen igazságról beszél. This is the truth it talks about. De van itt egy nagyon fontos dolog. But there's a very important kérlek, thing figyelj. Here. Please listen. Nagyon fontos, azt this mondja. Is very important. It övezzétek says fel magatokat. Gird yourselves. Övezzétek fel magatokat. Gird yourselves. Lehet, hogy ez az igazság, amiről beszélünk, ez egy abszolút igazság. Maybe this truth what we are talking about is an absolute truth. Majdnem azt mondhatnánk, we could almost say, hogy egy definíció. It's a definition. Egy megkérdőjelezhetetlen igazság. It's an unquestionable truth. De az írás azt mondja, but the scriptures say, hogy övezzük fel magunkat ezzel. That we should gird ourselves with this truth. És ez annyira fontos. And this is so important. A mi hitünk, a kereszténység, our faith, Christianity, az igazságra alapul. Is based on the truth. Ez nagyon nagy dolog. This is a great a legtöbb vallás thing, because most religions, mítoszokra alapul. Are based a kereszténység történelmi igazságra alapul. Christianity is based on historical truth. Erkölcsi igazságra alapul. Moral truth. És igazán még nagyobb ennél isteni igazságra alapul. And actually even greater than that, divine truth. Figyelj, még egy dolog a kereszténységgel kapcsolatban. In connection with Christianity. Mivel a kereszténység az igazságot tanítja. Because Christianity teaches the truth. Ezért még egy egyedi dolog benne, hogy a kereszténység arra bátorít, hogy gondolkodj. It's also a unique thing about it that it encourages you to think. Egy muzulmán emberrel nagyon nehéz érvelni. With a Muslim person it's very hard to reason. És ez nem lekicsinlő rájuk nézve. And you know it's not belittling them. De az iszlám azt mondja. But Islam says. Ne kérdezz semmit, csak vesd alá magad. Don't ask anything, just submit. A kereszténység azt mondja. The Christianity az igazság. Övezd fel magad az igazsággal. Vedd föl magadra az igazságot. Put it on. Legyen gondolkodásod. És még egy dolog. And have thinking. Think. And one még more egy thing. Dolog. One more thing. A kereszténység igazságot tanít. Christianity de teaches azt mondja, the truth, but it says te övezd you föl magad az igazsággal. Should gird yourself te övezd with the truth. Magad az igazsággal. You should gird yourself te, with the truth. Te. You and you and you. És te, és te, and és you te. And you. Személyesen. Personally. Ez a harmadik különlegesség. This is the third a kereszténység igazságot tanít. Teaches the arra bátorít, hogy gondolkodjunk, hogy elmélkedjünk, think, hogy növekedjünk a megértésünkben. And to grow in és understanding. Ez and egy személyes dolog. This is a personal személyesen thing. Neked.
personally for ez you. Ez valami, amit nem találsz meg odakint. This is something you can't find outside. Kereszténységen kívül máshogy ezeket nem találod outside meg. Outside of Christianity, somewhere else you cannot find these things. Annyira más. Christianity is nagyon so fontos. Much, so different. És hiszem, and this is so hogy ez important, egy annyira jelentős dolog, annyira szükség van rá a mai nap. That this is such a significant thing. Annyira and we need kell it erről so beszélni. Today. We need to talk about this so much. Azt mondtuk az előző alkalmon, we said last time, hogy az igazságot that the truth, nem csak megtanuljuk, we don't only learn it, hanem még valamit csinálunk vele. But we do one emlékszik more thing rá valaki? Do you remember? Így van, nagyon köszönöm. Szeretjük az igazságot. We love the truth. Szeretjük az igazságot. We love the truth. Azt mondja, az igazság szeretetére megtisztítottátok a szíveteket. That you have purified your hearts for the love of the truth. És ez, várjátok. Valaki emlékszik a versre? Does anybody remember the verse? 2 Tesszalonika 2:10. It was 2 Thessalonians 2:10. Szeretjük az igazságot. We love the truth. És aztán még egy. And one more thing. 1 Péter 1:22. In 1 Peter 1:22. Engedelmeskedünk az igazságnak. We obey the truth. Oké, ez azért fontos. This is important. Mert az, hogy felövezem magam az igazsággal. Because when I gird myself with the truth. Az nem arról szól, hogy megtanulom az igazságot. Me learning the truth. Nem csak erről szól. It's not only about that. Hanem arról, hogy ez személyes az én számomra. But it's also about the fact that it's personal for me, that I love the truth. Hogy tanulmányozom az igazságot. Hogy növekszem benne. És azt mondom, add ezt nekem. Give it to me. Szükségem van rá. I need it. Szeretem ezt. I love ez megváltoztatja az életem. This changes my life. Úgy, ahogy semmi más. As nothing ez átformál can. Engem. It transforms ennek me. Hatalma van az életemben. It has power in my life. János 17:17-ben. John 17:17. János 15:3. John 15:3. 119. Zsoltár 9-ben. Psalm 119:9. Ennek hatalma van az életemben. It has power in my az ige hatalommal bír az életemre nézve. Has power az ige in my life, the word bánik a bűnnel az életemben. Treats ez az igazság. Ez az igazság. Erre van szükségem. Figyelj, évezredeken át, listen, az emberi történelmen keresztül history, a filozófusok azt kérdezték, hol az igazság? Asking, mi az igazság? A gúnyolódók, mint Pilátus, azt kérdezték, hogy mi az igazság? What is the truth? Megint mások azt mondták, majd pont neked lesz meg az igazság. Of course you have és mi azt mondjuk, and we say, igen, megvan nekünk az yes, igazság. We have the truth. Megvan nekünk az írott ige, we have the written a Biblia, the Bible, és az élő ige, we have the living Jézus Krisztus. Word, Jesus Christ. Megvan nekünk az igazság. We have the truth. Nem, nincs rá monopóliumunk. We don't have monopoly. Így van. De ez a két jó for hír this, igazából. Egy, meg lehet one találni az igazságot. You can find the truth. Egy élőhitű gyülekezetben. Nem kell millió filozófust elolvasni, és elveszni az elképzeléseikben, hanem csak elég eljönni, és közösségben lenni, és igenis megtalálhatod az igazságot. Egy abszolút értelemben, in an absolute sense, és személyesen is, and personally. Szeretetben in love, és alkalmazásban and in application. És ilyen nincs sehol. And nowhere else can you find it. Csak egy élőhitű szellemmel betöltött Bibliát tanító gyülekezetben. In a spirit-filled Bible teaching church. Nincs rá monopóliumunk. That has a living faith. We don't have a monopoly. Ez is jó to this. Nem csak mi vagyunk ilyenek. Hála Istennek. Vannak like mások is. Thank God there are others akik ugyanígy tanítják az igazságot. Who are teaching the truth the same way. Itt vagytok még? Are you here still? Velem vagytok? Are you with me? Ez nagyon-nagyon fontos. This is very, a mai very nap. Important today. Miért? Why? Okay, ezzel fejeztük be az előző alkalmat. And this is what we finished with. Az ördögnek mi volt az első támadása? What was the first mi volt Sátán első támadása egy Mózes 3-ban? Okay, nézzük meg egy Mózes 3. Let's take a look at it together in Genesis 3. Egy Mózes 3. Föltesz egy kérdést. So he raises a question. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Ott volt Ádám és Éva. There was Adam and Eve. És
Mit csinált az ördög? What did the devil do? Kibillentette őket az egyensúlyukból. He just pushed them out of their balance. Felborította őket. And he pushed them. Elvette a bizonyosságukat. And he took away their Elvette assurance. A bizonyosságot. He took away their assurance. A meggyőződést. And their conviction. Azt, hogy egy helyes dolgon állok. The fact that you know the knowledge egy that I'm standing on the right tűnő kérdés. And the question that seems innocent. Tényleg azt mondta Isten? Did God really say that? És csak ennyi az egész. And then this és is kész. It. És mi történik? Miről szól ez a támadás? Szinte jelentéktelennek tűnik. It seems insignificant. De a legjelentősebb dolog. But it's the most significant thing. Mert elveszi a bizonyosságát. Because it takes away his assurance. Megtámadja az igazságot. It attacks the truth. És elveszi tőle az engedelmesség lehetőségét. And it takes away the possibility of obedience from Nem? him. Ez az, ami történik. This is what happens. Arról beszéltünk. We talked about hogy ez volt az első támadás. Is that this was the first attack. Hogy az ellenség elvette az ember bizonyosságát. The enemy took the confidence of man. Hogy az ördög elvette az ember bizonyosságát. The devil took the confidence of man. Lehet, hogy Isten hazudott nekem? Is it possible Lehet, that God lied to me? Becsapott engem? Maybe God Lehet, hogy nem szeret engem? Cheated on me? Maybe God Lehet, doesn't hogy nem áll me? Az én oldalamon? Maybe he's not on my elvette side. A bizonyosságukat. He took away ez their volt confidence. Az első támadás. This was the first attack. És azóta is ez a támadás. And ever since it has been the A modern attack. Ember Modern man. Olyan, azt mondjuk, olyan, mint a kaméleon, akit rátettek a skót szoknyára. We said that he's like a chameleon put on a scotch kilt. Hogy nem találja, hogy milyen színt kéne fölvennie. He cannot find which color he should take on. Próbálja eldönteni, hogy kinek kéne lennie. It's trying to decide who it should be. Egy erkölcsi hősnek. A moral hero. Vagy egy az érzelmei által vezetett valakinek. Or somebody who is led by his emotions. Kell hajhásznia, that he should be chasing his own pleasures. Hogy az ambíciója a legjelentősebb, whether his ambition is the most important thing, vagy pumpálnia kell az önképét valami más módon. Boost his self-image in és another az ember way. Nem találja ezt. And man cannot find és az ember el van veszve. Man is lost. Ma Today, a világ relatív módon gondolkodik, thinks in a relative way, ami nagyon veszedelmes, which is very dangerous, és ostobaság, and it's foolishness. De ez történik a világunkban. But this is what is happening Egyre többen mondják, many, nincs igazság. Many people say that there's no truth. Az én igazságom az ez, My truth a tiéd is más, this. Kit and yours érdekel. Is something else, but who cares? Volt egy történet erről. There was a story about this. Hogy egy gyári munkás mindig megállt egy that a factory worker egy órásnak a kirakata előtt. At the shop window of a watchman there. És minden nap beállította az óráját. And every day he set his watch. És hosszú idő után az órás kijött és megkérdezte. The watchman there came out and asked Miért csinálod ezt? Why are you doing this? És az ember azt felelte. And the man answered. Én vagyok felelős azért, hogy mikor szólal meg a műszak elejét meg a végét jelző kürt a gyárban, és azt akarom, hogy pontos legyen. I am responsible for the horn that, you know, signs the end and the beginning of the shift, and I want it to be punctual. És azt mondja az órás. And the watchman there says. Te jó ég. Oh my God. Évek óta a ti kürtötökhöz igazítom az óráimat. I have been setting my watch to your horns. És ez az, ami történik a világban. And this is what's happening in the hogy world. Az embere, hogy az emberek that people csak egymástól függenek. Are dependent on one another. Panka, mondd meg nekem, mi az Panka, igazság. Tell me, what's the truth? Panka elmondja, mi a véleménye. And Panka tells Te mit gondolsz? Én így gondolom. What do you think? This is what És I aztán think. Van egy véleményünk együtt. And then we have a common opinion. De ez opinion. Nem abszolút. But this is not Szükségem absolute. Van valakire, I need someone aki följebb van nálunk, who is higher aki kívül áll ezen, és aki azt mondja, ez az igazság, and who says, ehhez this kell is the ragaszkodnod, this is what ez az igazság, ez nem csal meg téged. It will not cheat you. Mert mi ketten, bármeddig elmehet, We can go far. Arra is, you know, we vagy can a másik go that direction, felé, or we can go to the other a szabadosság extreme, felé, you know, too much liberty, vagy a túlzott keménység felé. Or too Nem much, számít, you know, nincs kontroll. We should be too strict. Ez It doesn't veszélyes. Matter. There's no control, and Ez it's very dangerous. Mehet. And Ez it cannot go like that. És ezért fontos, And this is why hogy az it's ellenség important. Ma is ezt csinálja. This is what the enemy Figyelj, is doing today. Az ellenség így támadja Listen, a keresztényeket. This is how the enemy is attacking Christians. Nem lehetsz bizonyos benne. You can't be sure. Nem lehetsz bizonyos you can't benne. Be sure. Nem lehetsz bizonyos you can't benne. Be sure about this. Nem lehetsz, nem.
Nem. Nem tudhatod, no, you can't hogy a tiéd az örökké valóság. Nem tudhatod, hogy Jézus Krisztus szeret téged. Nem tudhatod, hogy a Szent Szellem megvan neked. Nem tudhatod, nem lehetsz biztos benne. Nem lehetsz biztos benne. Pastor Graham tartott az örök biztonságról tegnap egy alkalmat, nem? Yesterday Pastor Graham ugye, had milyen volt? A preaching about eternal security. Halleluja, nagyszerű volt. Hányan voltatok? Hányan? How many of you went there? Köszönöm, hogy ott voltatok, nagyszerű. Thank you for being there. És tudod, ez fontos nekünk. And it's important for us. Mert az ellenség azt mondja, because the enemy is saying, persze, hogy elveszítheted az üdvösséget. Of course you can lose your salvation. Csak nézd magadra. Just look at you. Isten meg azt feleli. And God is saying, hey, banka. Nézd rám, look at me. Nézd rám, look at me. Az én természetemre, look at ne a tiédre, nature, akkor persze, hogy elveszíted a bizonyosságodat. Because if you look at your ez nature, az, amiről then of beszélek. Course you will lose your nagyon confidence. Fontos. This is what I'm talking about. Nagyon this is fontos. Very important. A mai nap today, azt mondják, honnan tudod olyan biztosra? Say, how do you know? És mi so azt mondjuk, sure. Mert kaptunk say, egy igazságot, és az egész világegyetem bizonyságot tesz róla. The whole universe testifies about az emberi természet this. Bizonyságot tesz the human róla. Nature testifies a lelkiismeretemet megmosta Krisztus vére. And my conscience has been cleansed. Nem a bűntudatomban élek. By the blood of Christ, szabad and I'm vagyok. Not living in my guilt. Ez működik. I'm free. It works. Persze, hogy ez az igazság. Of course, nyilvánvalóan. This is the truth. It's obvious. Nem kérdés. It's not a question. De mi történik velünk? But what happens to us? Hogyha az igazsággal nem övezem fel magam, if I don't gird myself with the truth, akkor ez megingat. Then it will shake me. Kell. I don't even need a huge push. Csak you ennyi. Know, like just poking. Csak ennyi. Just this. És aztán tűnődöm, hogy mi történt velem. I'm thinking what has happened to me. Jézus Krisztus. Jesus Christ. A kereszt árnyéka már ott van a mindennapjain. The shadow of the cross is there in our everyday life. Az ő mindennapjain. In his everyday life. De János 13-ban. But in John 13. Nem fogjuk végigolvasni, de we are not going az első to read három the whole versben. Chapter, but in the first three verses. Tudja, hogy mi következik. He knows what's going to happen to him. Suffering is coming. De azt mondja. But he says. Hogy nem ingatta meg. It didn't shake him. Miért? Why? Azt mondja a harmadik versben. It says in verse 3. Mert tudta. Because he knew. Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God, and he was returning to God. Jézus. Jesus. Fel volt övezve az igazsággal. Was girded with the truth. Belül. A szívében. Inside in his heart. A belül a szívében. Inside in his heart. Nem arról szól. It's not about. Hogy mekkora Bibliám van. How great Bible I have. Nem arról szól. It's not about hány diplomám van. How many nem arról szól, it's not hogy mennyire about tudok mosolyogni, hogyan how much I can viselkedem. Smile or how I behave. Annyira elő tudjuk adni a dolgot. We can, you know, act olyan pozitívak so well. Tudunk lenni, we ha can akarunk. Be so positive if de nem erről szól, but this is not hanem about arról, this. Hogy a szívemben this is about this, veszem that az igazságot, szeretem the truth, azt, I love és azt the truth, mondom, amen, alázattal azt mondom with az igazságra. I say to the truth. Amen. 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 Ebben akarok járni. This is what minden I want napon, to walk in every minden day. Napon, minden napon. Every day, every day. Ez az, amire vágyom. This is what I desire. És Jézus ezért. And that's why Jesus. Megingás nélkül. Without shaking. Felment a keresztre. He went to the cross. És engedelmes tudott lenni. And he could be obedient. Mint halálig. Till death, a keresztnek a haláláig. Till the death of the cross. Engedelmes tudott lenni. He could be mert, obedient. Mert nem lehetett megingatni. Because he. Figyelj, he couldn't be shaken. Mire bátorítalak? What am I encouraging you to do? Arra, hogy vegyük komolyan az igazságot. You should take kincsünk the truth seriously. We have treasure. Kincsünk we van. Have a treasure. Mai nap itt. Today, kincsünk here, van. We have a treasure. Itt az igazság. This is the truth. A kezünkben, és and remélem it's in our a szívünkben, hands, and I hope és amint szeretjük, too, and és amint éljük, and as we amint live szolgálunk ezzel, amint bátorítunk it, ezzel, amint hiszünk nap, mint nap, as we believe amint day megbocsájtunk day, nap, mint nap, as we forgive amint szóljuk day, ezt nap, mint as nap, we speak amint it azt mondjuk valakinek, hogy figyelj, elmondhatnám neked a színeket a karkötőmön. Néznek rá, mi van? Mi történt? De hadd mondjam el neked az evangéliumot, az micsoda, ne törődj vele, csak hadd mondjam el. Tudod, amit ezt csináljuk, a szívünk megszabadul, mert az igazságban járunk, és megerősödünk, bizonyosságunk lesz. We will have a confidence. Bizonyosságunk lesz. We will have confidence amit nem lehet megingatni. That cannot be shaken. Nekünk szala, te
teljes erőből, és semmi nem történik, és semmi nem történik, csak lepattan rólunk, mert a szívünk áll az igazságban. Biztos vagyok benne, hogy nem véletlen, hogy erről beszélünk, hogy Isten készít minket, hogy Isten azt mondja, figyelj, készítsd fel a szíved, legyenek meggyőződéseid, legyen bizonyosságod, ne állj meg, ne szűnj meg, bízz az igazságban, mert azt mondani, szükségem van a gyülekezetre, szükségem van a testvéreimre, szükségem van az írásra, szükségem van az üzenetre, szükségem van az imára, szükségem van a szolgálatomra. Istenem, vezess engem ebben. Az igazságnak az öve, és volt ez a képünk róla, egy római katonának az övéről, és ez egy jó kép, mert egy katonának ez nagyon fontos. És azt mondtuk róla, hogy ez nem csak adat, nem csak őszinteség, hanem szeretjük az igazságot, és engedelmeskedünk ennek. És figyelj, miről szól ez? Ez pozícióról szól. Arról, hogy ki vagy. Ez egy megtiszteltetés. Hogy Isten ránk bízta az ő igéjét. Mekkora megtiszteltetés ez. Gondolj bele, Ésaiás, miért volt ő nagy proféta? Why was he a great prophet? Azért, mert Isten igéje rá volt bízva. Because the word of God was entrusted to him. Hoseás. Hosea, tudod, Pál apostol, the Apostle Paul, a többiek, and all the others, mert Isten igéje rájuk volt bízva, because és the word ők engedelmeskedtek annak, és jártak benne. És ma, 2010-ben, and today in 2010, mi is így vagyunk. This is how mi we is are. Így vagyunk. This is how ez we az are. Ige ránk van bízva. This word is ez egy pozíció. This is a position. Figyelj, egy katona, listen, a soldier, would you leave it up there? Egy katona, akinek megvolt ez az öv, who had this belt. Őt katonává avatták már. The soldier was inaugurated or igen. To be a soldier. Őt katonává avatták so már. He was yeah. 2 Timóteus 2:3 és 4-ben. Az egy fontos dolog volt. Ez azt jelentette, hogy ki van képezve. Ez azt jelentette, hogy bíznak benne. Ez azt jelentette, hogy voltak bizonyos jogai. Certain rights, és kötelezettségei, and he had certain obligations, és számítani lehetett rá. And you could és figyelj, mi is így vagyunk. And this is how we az igazság are too. The truth az egy pozícióról beszél. Talks about a position. Isten adott nekünk valami gyönyörűt. Has given us te something mai beautiful. Nap today, kiváltságos vagy. You are Isten honored. Megadta neked you are az igazságot. God has given the truth és ez to fontos you. Nekünk. And this is important for us. Az a katona the soldier azt tudta, hogy ő kicsoda. Knew who he azt was. Mondta, he said, én római katona vagyok. I'm a Roman soldier. Én római katona vagyok. I'm a Roman soldier. És mi is and ugyanígy us azt mondjuk, too, we say, én Krisztusé vagyok. I'm én Christ. Ő benne vagyok. I'm in him. Ez az én pozícióm. This is my position. Ez az én helyzetem. This is my position. Kétség nélkül. Without a doubt. Pál apostol 1 Korintus 15:10-ben tudta, hogy ő kicsoda. He knew who he was. Azt mondta, vagyok, aki vagyok, he Isten said, kegyelméből. I am who I am by the grace of God. És hogyha az ellenség neki szaladt, tudod, and akkor egyszer lepattant róla. Akkor egyszer lepattant róla. Mert ő nem változott. Because ő nem ingott meg. Azt mondta, tudom, hogy ki vagyok. He said, I know who I am. És tudod, ez nem valami hepciáskodás, and nagyszájúskodás. You know, this is not like being, it's not like boasting. Hanem egyszerűen azt mondom. But simply I say. Felövesztem magam az igazsággal. I girded myself köszönöm with the Istenem. Truth. Thank you, God. Van egy helyzetem emiatt. I have a position because of that. A második dolog, amiről szól. And the second thing it's about. Ez az öv egy védelem volt. Is that this belt was a protection. Ez az öv védte a katonát. It protected the soldier. Védte a nemi szerveit. It protected his genitals. És tudod, ez egy fontos dolog az and életünkben. It's an important thing in our az igazság. The truth szól a szenvedélyünkről. Talks about our passion. Isten véd minket. God is protecting us. Sok hívő van. There are many believers. Aki küzd. Who are struggling a vágyaival, with their desires. Mondja, hol a győzelem, and hol a győzelem. They say, "Where's victory? Where's victory?" Szeretnélek bátorítani. But I would like to encourage you. Vedd az igazságot. Take the truth. Tanulmányozd az igazságot. Study the truth. Az igazság védelem lesz the neked. The truth will be protection for you. És szabadságot ad neked. And it will give you és növekedést ad neked. And growth. Az emberi szexualitás human sexuality. Az egyik nagyon erőteljes erő igazán az emberiségben. Is one of the most
is one of the strongest power in humanity. Az egyik dolog, ami űzi az embert, ami hajtja az embert. This is one of the things that drive people. És amikor people. Amikor Jelenések 17-ben and when in Revelation 17, látjuk az Antikrisztusnak a királyságát. We see the kingdom of the Antichrist. És látjuk, hogy hogyan épül fel. And we see how it is built up. Akkor azt mondja, then it says, hogy ott volt a parázna és lovagolt a fenevadon. There was egy prostituált, the prostitute, aki lovagol egy fenevadon. On the beast, és ez a világ rendszeréről szól. And this is about the world system. Két erőteljes dologról. About two powerful things. A hatalomról, power, a politikai hatalomról, ez a fenevad. Power, this is the beast. És a másik oldalról a parázna. The other side is the prostitute. Egy csábító, egy vonzó oldal. A seducer, an attractive side. És figyelj, van akit a hatalom vonz. And someone is attracted by power. És van akit a csábító vonz. Others are attracted by the seducer. A világrendszer kínál valamit mindenkinek. The world system has something to offer to everyone. A biztonság, amit kínál a hatalommal együtt. Security with power that he nagyon offers. Sok minden. Many things. De Isten azt mondja nekünk. But God says to us. Nekem van egy jobb válaszom. I have a better answer. Nekem van egy jobb válaszom. I have a better answer. Egy természet fölötti igazság. A supernatural truth. Nem egy természeti igazság. It's not a natural truth. Érted, hogy miről beszélek? Do you understand what azt I'm mondja talking Isten, about? God says, szeretném neked adni ezt. I would like szeretnélek to give this bátorítani to you. Ebben. I would like to encourage you szeretnélek in this. Továbbvinni ebben. I would like to take you on a in this. Pozíció, position, a szenvedély, passion, és aztán a harmadik, and the third one, a tulajdonunk, is our possession. A római katonák erre az övre akasztották, nem volt bank még úgy, és erre az övre akasztották az erszényüket. There were no banks, so they were hanging their purses or their wallets on. És Isten azt mondja, on this belt, and God says, akaszt erre a tulajdonodat, hang your possession az igazságra. On truth. Néha hívők, sometimes believers, furcsa bűntudattal bírnak. They have a weird kind of guilt. Mert van valamiük. Because they have something. És úgy érzik, Isten azt akarná, hogy mindent oda kell adni. God wants them to give away everything. Hogy egy szegénységi fogadalmat kell tenni hívőként. That you have to take a vow of poverty. De Isten nem hiszem, hogy ezt mondja. But I don't think God is saying that. Amikor leálltunk Brassóban, beparkoltunk egy autó mellé. When we stopped off in Brasov and we parked next to a car. És ott volt a hátulján, oda volt egy matrica téve, és and olvastam. At the back of olasz the car there was volt a sticker rajta, and there was an Italian text. És annyit értettem belőle. And I only understood this. Hogy bizony mondom néktek. Surely, surely I say unto you. És ott volt egy Biblia, you, nem tudom melyik vers volt, mert olaszul verse, volt. I don't know which one it was because it was in Italian. De a Pastor Virgiléknek az autója volt. But it was Pastor Virgil's és car. Arra gondoltam. And I thought of egy this. Egy hívő, akinek bűntudata van. A believer az who azt has mondja, guilt. Oly, nekem says, szegénynek kell lennem. Oh, I have to be és poor. Eladja az autóját. And he sells his car. És aztán nem tudom, mit csinál a pénzzel. And then I don't know what he does with the money because of his nem guilt. Nem azért, mert Istennel jár, vagy mert az igazsággal baj God, jár, hanem a bűntudata or because he's walking miatt. In the truth, but because of his guilt. Isten azt mondja, God says, figyelj, amit van, listen, whatever you have, add nekem, give it to me. Legyen elsősorban az enyém. Let it használd be az primarily én dicsőségemre. Use it for my glory. Használd az én dicsőségemre. Use it for my glory. Mert arra a tiéd. Because this is why it's yours. Lukács 16:2. In Luke 16:2. Mindannyian sáfárok vagyunk. All of us we are stewards. És 1 Korintus 6:19-ben. And in 1 Corinthians 6:19. Még a testünk sem a miénk. Even our bodies Isten are not ours. Nekünk, God says to us. Figyelj, adtam neked listen, az igazságot. I have given the truth to you. I have given you the truth. Ez egy gyönyörű dolog. This is a ez egy abszolút thing. Dolog. This is an absolute de akasz rá mindent. But hang everything rá on mindent. It. Hang everything a katonát on it. Az öv tartja össze. You know, a soldier is kept together by the belt. Ha kihúzád az övét, szétesne. You know, if you pull out his belt, darabokra. Then he would be minden in parts. Szétesne. He would tudod, fall apart. Arra van akasztva, everything would fall apart. Idején erre volt akasztva a kard, time, you know, ez fogta össze a ruháját. On this is what erre volt akasztva minden. Kept his és ma is. Together. Tudod, ezen van a lőszertáska, ezen van a fegyvédelmi cucc, ezen van minden. You know, tudod, arra van akasztva minden. És Isten azt mondja, and God says, figyelj, listen, akasz mindent az igazságra, hang everything mert nem on the fogsz truth, csalódni. Because you're not going to be disappointed. Ez egy olyan központ az életednek, this is such a center amiben of your life, nem fogsz csalódni. In which you are not going to akasz be disappointed. Erre mindent.
Just hang everything on it, your relationships. És ha egy kapcsolatod nem fér össze az igazsággal, akkor ne legyen az a kapcsolatod. If a relationship of yours interferes with the truth, then don't have that relationship. Inkább, ha nem lehet ráakasztani, akkor nem érdemes. If you can't hang it on it, then it's not worth it. Tudod, a munkádat, your work, azt, hogy hogyan dolgozol, akaszd erre, the way you work, a szolgálatodat, your ministry, tudod, mindent az életedben, azt, ahogy magadat nézed, the way you're looking at yourself, azt, ahogy velem jársz, or the way you're walking with erre me, az igazságra, hang it on this és járj ebben. And walk in this. És hogyha ezzel fogod össze az életed, and if this is the thing that you keep your life together with, akkor nem fogsz csalódni bennem. You're not going to be disappointed. És Isten azt mondja, and God says, növekedjünk ebben, let's grow vegyük in this. Komolyan, let's take it seriously, ez hasznos a számunkra. Because this is useful Amen. For us. Amen. Amen. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyei Atyánk, Heavenly Father, köszönjük neked. Thank you. Hálásak vagyunk neked. We are thankful to you. Azért, hogy adtál nekünk ma este is. Because you hogy gave bátorítottál to us tonight minket, as well, that you encouraged hogy tovább viszed a gondolatainkat, and you are taking our thoughts on, és kérünk téged, Istenünk, and we ask you, God, a mai estén, that tonight, és ma éjjel, and this evening, amint az igazságban gondolkodunk, as we are thinking in the truth, vigyél minket messzebbre ezekkel a gondolatokkal, take us further with these thoughts, adj mélységet ezeknek, give depth, kent fel ezeket to a szívünkben, anoint these in our adj nekünk növekedést, tudunk, give us growth, Lord, hálásak vagyunk neked, we are thankful to you, köszönjük, Urunk, thank you, Lord, hogy ez nem csak igaz, that this is not only true, de személyes is nekünk, but it's also personal for us, nem csak igaz és it's személyes, not only true and personal, hanem tanít minket, but it also teaches és messzebb visz minket a gondolkodásunkban, and it takes us further in our köszönjük thinking. Mennyei Atyánk, thank you, Heavenly Father, te drága igazságodat, thank you for your a te szent igédet, and for your hogy vezetsz holy minket, word, that you are leading us, Jézus nevében. In Jesus' name. Van itt valaki, aki még soha nem hívta Jézust a szívében. There's somebody here who has never asked Jesus into his heart. Jézus meghalt érted. Jesus died for you. Megfizetett minden bűnödért a kereszten. He paid the price for all your sins. Gyere Jézushoz a szívedben. Come to Jesus. Ne várj még egy napot. Don't wait another minek day. Minek várnál? Why would you wait? Merd rábízni magad. Dare to entrust yourself to him. Az igazság az. The truth hogy senki nem szeret úgy, mint ő. That nobody loves you like him. Se én, se más ezen a földön. Not me or nobody else. Ő meghalt érted. Bízz rá az életed. He died for you. Az interneten nézed. Entrust your life to him if you're watching it on the internet. Mondd azt a szívedben. Say this in your heart. Jézus Krisztus. Jesus Christ. Hiszek benned. I believe in you. Ments meg engem. Save me. Szükségem van rád. I need you. Jézus, Jesus, meg akarlak ismerni. I want to get to adj know nekem you. Új életet, give me a new life. Új szívet. Give me a new heart. Kérlek, gyere az életembe. Please come into my meg life. Meg akarlak ismerni. I want to get to know ha életedben először mondtad el ezt az imád, if this is the first time you have kérlek, said this prayer, kérlek, mindenki imádkozik. Then please, as everybody else is praying, pillanatra oszd ezt meg velem, tedd fel a kezed, hadd tudjam, hogy meghoztad ezt a döntést. Let me know. Van-e valaki ma este is? Tedd fel a kezed. Köszönöm, Isten áldjon meg. Thank you, God bless you. Van-e még valaki? Is there anybody else? Csak tedd fel a kezed, tedd le újra. Szeretnénk adni neked egy csomagot. Just raise your hand and put it down again. We would like to give you a package. Csak tedd fel a kezed, tedd le újra. Jézus, hiszek benned. Jesus, I believe in you. Save me. Mennyei Atyánk, imádkozunk a fivérünkért. We ask for our we pray for our brother. Áld meg őt az úton. Bless him on his way. Tanítsd őt az igazságban. Teach him in the truth. Köszönjük neked, Istenünk. Thank you, God. Áldunk téged. We bless you. Magasztalunk téged. We magnify you. Jézusunk, köszönjük neked. Jesus, thank you. Te áldott nevedben. In your blessed name. Amen. 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 Énekeljünk egy dalt az Úrnak. Segítségem, ezen segítségem.
minden nap, Uram, ráadok igényre, téged hívva, légy a segítségem, vezess át engem, tovább a keskeny úton, add, hogy életem. A világba tüzet gyújtson minden nap, csak érted. Köszönjük az Úrnak. Okay, nézzük. Akkor kérlek, hogy imádkozz. Please pray. Az üzenetekért. For the messages. Vasárnap reggelért, vasárnap estéért. For Sunday morning, Sunday evening. Okay, ne felejtjünk imádkozni a Kárisért, a GGIS-ért. Forget to pray for GGIS and és for jól tudom, ki van függesztve a bibliaiskolás órarend, ugye oda I lent a kettes táblán. Schedule, timetable úgyhogy, is there. Igen, halleluja. Úgyhogy nézzétek meg, ne so vigyétek come, el. Take a look at it. Don't take it home. Hanem olvassátok el, nézzétek read meg. It. Look at it. Mi az első óráknak a dátum? A 30. What is the date okay, of the first? September? Nem. Augusztus 30-a az első, so it's the 30th az első tanítási of August. Nap. This is the tudunk. First Bible school day. Okay, és aztán, okay, csak adjunk hálát az Úrnak, csak emeljük fel a kezünket. Menj el, Atyánk. Köszönjük Father, neked, thank köszönjük you. Neked, köszönjük neked. Thank you, thank you. Adtad a te fiadat. That you have given your son. Az élő igét, köszönjük neked, Úr Jézus, hogy eljöttél. That you gave the living word. Thank you, Lord Jesus, that you came. Köszönjük Szent Szellem. Thank you, Holy Spirit. Hogy élővé teszed nekünk nap, mint nap ezt az üzenetet. You make this message living for us every day. And that we can gird ourselves with the truth. We can apply it in our lives. Thank you, Lord. We give you thanks. Kérünk téged, Urunk. We ask you, Lord. Imádkozunk, Urunk, az előttünk álló napokért. We pray for the days ahead of us. Open doors for us. Lead us. Kérünk, gondoskodj az iskoláinkról. We ask you to provide for our schools in a supernatural way. Add, hogy meglegyen az a létszám, amire szükség van. Let them have the numbers that they need. Lord, provide for us. Lead us. In every aspect, in every area of our lives, in our relationships, in our worship, in our work, in our travels, as we think about ourselves. Thank you, God. Lord, thank you for our brothers and sisters. Lead us, guide us, protect us in Jesus' name. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket, el God bless you, you are dismissed. Lesz 10 perc múlva egy beszélgetés. There's going to be a wrap in the cafeteria in 10 minutes. Come if you can stay. If not, then have a good journey home.